Hogyan kell elfoglalni egy egyetemet, és hogyan kell blokádot csinálni? Erről szervezett 4 napos tábort a Színművészeti Egyetem saját kampuszán a hallgatóknak 1 hónappal a blokád előtt, erről írt az Origó. A lap birtokába került levél szerint az előadók között ott volt Gulyás Márton is, aki korábban festékkel dobálta meg a Sándor palotát és az állami számvevőszék épületét, és ugyancsak előadást tartott Karácsony Gergely tanácsadója, Misetics Bálint is. Nem volt előzmények nélküli a Színház és Filmművészeti Egyetem elfoglalása, erről írt az Origó. A portál birtokába jutott levélből kiderül, hogy egy 4 napos oktatást szerveztek augusztusban az intézményben. Ezen a lap szerint többek között arról volt szó, hogy hogyan kell elfoglalni egy egyetemet, vagy hogyan kell blokádot csinálni. A lap arról is ír, hogy a Szabad Egyetemet az SFE hivatalos kommunikációs csatornáján hirdették meg, és csaknem 1 hónappal azelőtt tartották, hogy néhány hallgató elbarikádozta az intézményt. A képzésen gyakorlati példákon, például a 2009-es zágrábi egyetemi blokádon keresztül is bemutatták a folyamatot, illetve börtönpszichológus is felkészítette a résztvevőket arra, hogy hogyan kell zárt közösségben, például egy blokád idején élni. A többnapos rendezvény előadói között ott volt Hajdú Szabolcs filmrendező és az egyetem foglalást támogató Örkény Színház is. Mellettük pedig szintén közreműködött több Soros Györgyhöz és hálózatához köthető politikai aktivista is, számol be a lap. Például az a Gulyás Márton, aki társaival 2018. januárjában festékkel összekente az állami számvevőszék Apáczai Csere János utcai székházát és kerítését. Akkor akár meghaladta a 3 millió forintot, mert csak magas nyomású mosóval lehetett letisztítani a festéket, és a homlokzatot is több helyen újra kellett vakolni. 2017-ben is hasonló akciót hajtott végre Gulyás Márton, akkor egy tüntetésen festékes palackokkal dobálta meg a szintén műemlék Sándor palotát. Tavaly ezért jogerősen 220 óra közmunkára ítélték. Az aktivista ellen korábban is több eljárás indult, állt már bíróság előtt a Nemzeti Választási Iroda táblájának leszerelése miatt, mint ahogy garázdaság miatt kellett felelni egy 2016-os városligeti akciója miatt is. Az Origó szerint az augusztusi rendezvényen ugyancsak előadást tartott Karácsony Gergely tanácsadója Misetics Bálint is, aki 2018-ban állami intézmények elfoglalásával és működésük megzavarásával akarta befolyásolni az országgyűlési választásokat. Az ő témája most a polgári engedetlenség volt a Szabad Egyetemen. A lap a cikk végén felteszi a kérdést, a levél nyilvánosságra kerülése után lesz-e még olyan színművészet is vezető, aki azt állítja, hogy a hallgatók maguk szervezték a barikádozást, és nem a tanárok, mögöttük pedig a baloldali politikusok.